Fehér blúzom elejébe a rózsa. Jaj, de szépen mosolognak le róla. Bárcsak én is olla rózsa lehetnék, kit szerettem, annak párja lehetnék. Okozhatom én az édesanyámat, mert nem adott engemet a babámnak. Annak adott, akit sose szerettem, kire még a szememet se vetettem. A névadóra emlékezik az iskola a mai napon. Hogyan alakul a program? A mai napon reggel 8 órakor a névadónkra, Gönczi Ferenc etnográfusra emlékezünk. Egy rövid műsor megemlékezés keretében felidézzük az ő pályáját, illetve a diák önkormányzat megkoszorúzza az iskola falán lévő emléktáblát. Tanítóként kezdte pályáját, de megismerési ösztöne és népszeretete miatt megtette az első lépéseket etnográfusként. A muraközi horvátok életét kutatta. Első tanulmánya 1893-ban jelent meg, Muraközés népe címmel. Később néptanítói munkája mellett megbízást kapott szűkebb hazája népi kultúrájának kutatására. Gönczi Ferencnek legfőbb érdeme volt, hogy tanítóként, néprajztudósként, Göcsel és Hetés anyagi és szellemi kultúrájának értékeit feltárta, rendszerezte és az utókorra hagyományozta. 1914-ben 15 évi munka eredményeképpen jelent meg legjelentősebb műve, a Göcse és Hetés néprajzi monográfiája. A korabeli sajtó, a tudományos szakvélemény Gönczi munkájában nem csak az ismeretek értékes tömegét látta, hanem a nemzeti önismeretre szólítás parancsát is. A nagy mű megjelenésének évében újabb tanulmány látott napvilágot az Alamegyei Vendek. És miután a szűkebb haza tárgyi és szellemi kultúrájának értékeit számba vette, a Somogy megyei Néprajzi Múzeum felállításán dolgozott, és 1932-ben megnyitotta kapuit Somogy megye ma is álló működő múzeuma. Ezt követően a gimnazistáknak megrendezett Gönczi verseny eredmény hirdetésére kerül sor, illetve a mai reggelen kerül sor még a 9. évfolyamosok Göncisé avatására. A Gönczi Ferenc alapítvány jóvoltából a fiúk Göncis nyakkendőt, a lányok pedig sálat kapnak. Ezután a mai napot egy másik programmal folytatjuk, hiszen a mai nap a pályaorientációs nap a gimnáziumban. Amióta a tanévrendje előírja ennek a napnak a megszervezését, azóta igyekszünk minél változatosabb programokat évről évre kitalálni a diákoknak. A mai további program az lesz, hogy először két előadást hallgatnak a diákok. Egyrészt a Pannon Egyetemről érkeznek a Nagykanizsai, illetve a Veszprémi Campusról a felsőoktatás, és az ő profiljukat mutatják be. Különben az iskolánk a Pannon Egyetem bázis intézménye lett a nyári időszakban. Azután pedig a szakképzésben várható változásokról fog az Alagelszegi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese félórás előadást tartani. Általában mindig, amikor az ember elgondolkodik az életpályáján, akkor megnézi a környezetét, hogy mit tapasztalhat barátok, ismerősök, családok belül, ki milyen foglalkozást választott, azzal mit lehet dolgozni. És hát egy olyan komoly problémánk van, hogy jelenleg a világban technológiai fejlődés, az informatika, távközlés nagyon gyorsan fejlődik, és ez nekünk alkalmazkodni kell. És a kérdés az, hogy a jövő már elkezdődött-e, ezzel tudunk-e számolni, és vannak elképzeléseink a következő 1-2-3-10 évre. Gimnazistáknak a nagy része tovább tanul egyetemen, főiskolán, a többiek pedig érettségi utáni szakképzésbe kapcsolódnak be, és 2020-tól teljesen átalakul a szakképzés, tehát azt szeretnénk, hogy minden diák ezzel tisztában legyen, és legalább egy autentikus szemétől információkat szerezzen. 9:30 után pedig a diákok 9 helyszínre fognak ellátogatni, lesz egy buszos út is, a Zala-megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja a busz számunkra, két csoport Vesztregre megy, az egyik a FEMAT Hungáriába, a másik pedig a Sunkarbon céghez, azután pedig egy harmadik csoport a Kreatont látogatja meg. Ezen kívül pedig lenti helyszínek vannak még, amit a gyerekek választottak, például a tűzoltóság, a Hotel Balance, az óvoda, bölcsöde, egyebek, és körülbelül délben egy finom ebéddel zárjuk a napot, és valójában ez egy ilyen komplex nap lesz a megemlékezéstől egészen a pályaorientációig.
A programok elkezdődtek már a napokban, melyek voltak ezek? November 13-án tartottuk meg a mi tanulóink számára a Gönczi versenyt. Minden tanulót bevontunk, osztályonként történt a pontozás, ennek az eredményét hirdetjük ki ma. A héten szerdán, november 20-án pedig a általános iskolás tanulóknak tartottunk Gönczi hét próbát, illetve reggel került sor a nyílt napra, amelynek keretében én tájékoztattam a szülőket, érdeklődő fiatalokat a jövő évi beiskolázásnak a létszámairól, illetve azokról a képzéseinkről, amit tudunk indítani. Rozmarinnak csak az a szokása, télen nyáron zöld annak az ága, ha levágják karikára hajlik, a szeretőm összeházasodik, elmondhatom, jaj Istenem, jaj, jaj, beborult már fölöttem a hajnal, nem csak a hajnal, a kékcsillagos ég is, elhagyott a régi szeretőm is.